Schengen. Nem tartja aggasztónak Nikolaj Csuka miniszterelnök, hogy a holland parlament Románia schengeni csatlakozása elleni állásfoglalást fogadott el. Azt mondta, meghívták őket, hogy a helyszínen tisztázzák az aggályaikat. Johannes államfő szerint a schengeni csatlakozás nem lejátszott ügy. Európai Tanács. Egyességre jutottak az Európai Unió tagállamainak vezetői az energiakrízis közös menedzsmentjéről, bár ásapkát még nem határoztak meg az energiahordozókra. Szükség esetén rendkívüli csúcsot is összehívnak, mondta Charles Michel, a testület elnöke. Magyarország ezúttal is mentesítést kapott. Sepsiszentgyörgy. Európai Uniós támogatásból létrehozzák a kommunista idők múzeumát a sepsiszentgyörgyi egykori dohánygyár épületében. Nem terrorháza lesz, hanem szórakoztatva próbál majd tanítani, mondta Antal Árpád polgármester. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Nem támogatja a holland parlament Románia és Bulgária schengeni csatlakozását, erről fogadott el állásfoglalást a hágai törvényhozói testület. A román államfő és a miniszterelnök szerint azonban ezzel még nem dőlt el semmi végérvényesen. A holland parlament egy olyan állásfoglalást fogadott el, amelynek értelmében Hollandiának nem kellene megszavaznia a Románia és Bulgária schengeni csatlakozását. A döntés kapcsán Sophie Intveld, a Renew képviselőcsoport koordinátora az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságában azt mondta, mélységesen sajnálja a hágai parlament állásfoglalását, és attól tart, hogy Mark Rutte, holland miniszterelnök nagyon keveset fog tenni annak érdekében, hogy rábírja a holland parlamentet Románia és Bulgária csatlakozási kérelmének elfogadására. Az ügy kapcsán Nikolaj Csuka miniszterelnök azt mondta, egyáltalán nem aggasztó a hágai parlament által elfogadott állásfoglalás. Nem aggasztó a döntés, hiszen Románia mindent megtett a csatlakozás technikai feltételeinek teljesítése érdekében, és ezt az erre kijelölt szakértői bizottság ellenőrzésének eredménye is igazolta. Hozzátette, a román hatóságok felajánlották Hollandiának a helyszíni tájékozódás lehetőségét, hogy meggyőződjenek arról, hogy az ország készen áll a schengeni csatlakozásra. Klaus Johannes államfő kijelentette, hogy a holland parlament határozata ellenére Romániának van esélye a schengeni csatlakozásra, de elismerte, nincs garancia arra, hogy ez meg is történik. A schengeni csatlakozásra nagyon vágyunk, és azt hiszem 11 éve ismert tény, hogy gyakorlatilag teljesítjük a technikai követelményeket. A csatlakozás nem valósult meg, mert végül is a bel- és igazságügyi tanácsban politikai szavazás is van, és eddig nem történt meg. Most van lehetőségünk, van esélyünk, de nincs garanciánk rá. Az esélyeink maximalizálása érdekében számos lépést tettünk. Közölte továbbá, hogy a Romániában tartózkodó ellenőrző bizottság vizsgálatának eredménye nagyon jó az ország számára. Megállapították, hogy Románia nagyon jól teljesít, de nyilvánvaló, hogy néhány kérdést még tisztázni kell, különösen néhány politikai kérdést, és ebben mindenki teljes mértékben részt vesz, fogalmazott Johannes. A schengeni térség bővítéséhez az EU tanácsának egyöntetű döntésére van szükség. 12 órás tárgyalást követően az uniós vezetők az éjszaka megállapodtak a gázárak leszorítását célzó intézkedésekről. A zárónyilatkozat szerint azonnali prioritás a háztartások és a vállalkozások védelme. Megállapodásra jutottak az energiaárak leszorításáról az uniós tagállamok vezetői brüsszeli csúcs találkozójukon, jelentette be az Európai Tanács elnöke péntek hajnalban a belga fővárosban. Charles Michel a kétnaposra tervezett találkozó első munkanapját követő sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az energiaügyekkel kapcsolatban az egység és a tagállamok közötti szolidaritás érvényesült. Erős, egyöntetű elhatározás van arra vonatkozóan, hogy dolgozzunk együtt, cselekedjünk együtt Európában három síkon. Az árak leszorítása, a kínálat szélesítése és az energiakereslet csökkentése terén. Láthatják, hogy intézkedéscsomaggal rendelkezünk, és meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ezek meghozzák a kívánt hatást.
Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen közölte, a tagállami vezetők megegyeztek uniós keret létrehozásáról a villamos energiatermelésben alkalmazott gáz árplafonjának meghatározására. Olaf Scholz német kancellár megjegyezte, ha az energiaügyekért felelős minisztereknek nem sikerül néhány héten belül tisztázniuk a most elfogadott javaslatok részleteit, lehetséges, hogy az Európai Tanácsnak néhány héten belül újabb, soron kívüli csúcs találkozót kell összehívnia. Az uniós csúcs energiaügyekkel foglalkozó megbeszélésének záró nyilatkozata szerint azonnali prioritás a háztartások és a vállalkozások védelme, az unió globális versenyképességének megőrzése. Az Európai Tanács szolidaritást szorgalmaz a tagállamok között arra az esetre, ha nemzeti, regionális és uniós szinten akadozna vagy teljesen leállna az energiaellátás. Klaus Johannis államfő a találkozót megelőző brüsszeli sajtónyilatkozatában hangsúlyozta, a tervezett intézkedésekkel védeni kívánják a tagállamokat és enyhíteni az energiaválság hatásait. Egyfajta gázársapkáról beszélünk, ami nem nehezíti meg a szolgáltatók helyzetét, azonban megelőzi azt, hogy túl nagy árak jelenjenek meg. Ugyanakkor szó van a földgáz és a villamos energia árának szétválasztásáról is. Orbán Viktor magyar miniszterelnök péntek hajnali Facebook üzenetében közölte, Magyarország mentesítést kapott a gázársapka alól. Ezúttal Kolozsváron gyűltek össze a szociális szolgáltatók. A fórum beszélgetésen a szociális szféra minden szegletéből érkeztek szakemberek, időseket, gyerekeket, illetve fogyatékkal élő személyeket segítők. Harmadik alkalommal szervezte meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség az Erdélyi Szociális Szolgáltatók Fórumát. Két sikeres találkozót tudnak maguk mögött, ezúttal a kolozsvári helyszínen fogadták a közép-erdélyi magyar civil szervezetek képviselőit. Próbáljuk föltérképezni, hogy milyen gondokkal küzdködnek és milyen igények vannak ma Erdélyben a magyar közösségben szociális szolgáltatásokra túl azon, amit működtetnek. Milyen törvényes módosításokra, törvénykezésre van szükség, illetve másodlagos, harmadlagos jogszabályok módosítására. Hozzátette. Reformra szorul a szociális ellátás. Céljuk, hogy minél több feladatot a civil szektor végezzen az állami intézmények helyett, hisz jobb ellátást biztosítanak a rászorulóknak. A három rendezvényen közel 100 szervezet képviseltette magát, különböző tevékenységi köröket fednek le munkájukkal. A jelenlegi szervezetek közül több területen is tevékenykednek, és van, ahol átfedés is történik, igaz, mert hogy van, aki kimondottan csak a gyerekekkel foglalkozik, kimondottan csak az idős személyekkel, vagy a fogyatékos személyekkel is, de sok esetben átfedés van, hiszen a diakóniának is olyan szolgáltatása van, amelyik úgy az idősek, mint a nappali foglalkoztató központok a gyerekek számára. Megtudtuk. A rendezvénynek továbbá célja, hogy platformot teremtsen a kapcsolatépítésre, hisz a szervezetek partnerei nem konkurensei egymásnak. Sepsiszentgyörgyön ülésezett a háromszéki képviselők tanácsa. A beszámolók mellett a jelenlévő mintegy 64 testületi tag az elkövetkező időszak célkitűzéseit is megfogalmazta. Tervezzük, építjük, szeretjük háromszéket. Ezzel a mottóval hívták össze Sepsiszentgyörgyön a háromszéki képviselők tanácsát. Két éve voltak az önkormányzati és parlamenti választások, illendő, hogy számot vessünk és előre tekintsünk, fogalmazta meg Tamás Sándor, az RMDS háromszéki területi szervezetének elnöke. 2020-ban alig ébredtünk fel, a vírus okozta járvány válságából, és beleléptünk egy másik válságba, a háború, és a háborúra adott szankciós válságba, az inflációra. Nagyon nehéz időszak következik, ahol csak akkor tudunk helytállni, hogyha jobban odafigyelünk egymásra, ha a szociális egészségügyi rendszerünket tudjuk fejleszteni a létező infrastrukturális fejlesztések mellett. Horváth Anna, önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnök, az RMDS népszámlálási munkacsoportjának vezetője, gratulált a háromszéki szervezetnek a népszámlálási eredményekért. Antal Árpád András, az országos önkormányzati tanács elnöke kiemelte, az erdélyi magyarok kétharmadát magyar vezetők irányítják, akik országos szinten sok 100 millió eurós uniós pályázatot nyertek. A háromszéki parlamenti képviselők munkájának köszönhetően több tucat törvényt sikerült módosítani. Ami a jövőt illeti, mindenképp a családvédelem, a nagycsaládosok támogatása az egyik kiemelt prioritásunk, és hát nyilván ezen túl a gazdasági válság hatásainak a mérséklésével kellene foglalkozni, annak érdekében, hogy a sérülékeny társadalmi kategóriákat megvédjük az inflációs nyomástól, és megvédjük a gazdaság rossz alakulásától.
Bodor László, az RMDS háromszéki területi szervezet ügyvezető elnöke szerint a következő év feladata az lesz, hogy megerősítsék a köteléket a közösség és politika között. Az elmúlt héten két Maros megyei beruházás támogatási szerződésének aláírására került sor Bukarestben az Európai Beruházásokért és Projektekért felelős minisztériumban. A Megyei Múzeum és az Aquaszerv írt alá szerződést. Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke, Sipos Levente, az Aquaszerv vízszolgáltató vállalat igazgatója, valamint Ötvös Koppány Bulcsú, a Maros megyei múzeum igazgatója, közös sajtótájékoztatón számolt be az elmúlt hét sikeresen aláírt beruházási szerződéseiről. Az Aquaszerv és a megyei tanács Bukarestben megkötött szerződése a nyárádmenti ivóvízrendszerek kiépítéséről szól. Sipos Levente, az Aquaszerv igazgatója elmondta, a beruházás határideje nagyon szoros, de mindent megtesznek azért, hogy ez sikeres legyen. A megyei tanács elnöke a részleteket ismertette. Ez a vízvezeték 4 községet, 19 települést és közel 8500 lakost érint. A projektnek a nagysága több mint 130 millió lej. Ezt a projektet úgy gondolom, hogy ha sikerül megvalósítani, akkor egészen, tehát mondhatjuk azt, hogy komoly életszínvonal növekedés lesz ezekben a régiókban. A Maros megyei tanács a Maros megyei múzeummal közösen egy nyertes pályázatnak írta alá a szerződését. A szerződés a PNRR projekten belül a római kastrumok útvonalát hivatott kiépíteni. Maros megyének az egyik legfontosabb régészeti lelőhelye a Mikházi kastrum. A múzeum igazgatója Ötvös Koppány kiemelte, 2,1 millió euróból tudják fejleszteni a Mikházi római régészeti parkot. Két olyan központot fogunk építeni, egy kutató, illetve látogató központot, amin keresztül jobban el tudjuk magyarázni, és jobban tudjuk promoválni a látogatóknak a Mikházán felelhető római örökséget. Ugye ebbe a látogató központba fog helyet kapni a jegyiroda mellett, a múzeum shop lesz egy látványraktár, és két kiállítás is. Elmondta, a kutatóközpontban workshop termet és kísérleti régészeti helyiséget is kialakítanak. Jóvá hagyta a képviselőház azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely megteremti a duális képzés lehetőségét a felsőoktatási intézményekben. A jogszabálytervezetet az RMDS kezdeményezte. Duális képzést szervezhetnek az akkreditált felsőoktatási intézmények az egyetemi hallgatók számára, együttműködve a gazdasági szereplőkkel. A vonatkozó sürgősségi kormányrendeletre a parlament alsóháza is rábólintott. Ez egy régebbi RMDS törvénytervezet volt, amit sajnos többszöri visszaküldés után a parlamentben nem tudott végigfutni a parlamenti ciklusban, azonban a PNRR vállalásai közé sikerült annak idején beemelni az RMDS-nek. Kormányrendelettel ez még a jelenlegi tanügyi év elkezdése előtt, a tanév elkezdése előtt, egyetemi tanév elkezdése előtt életbe lépett, és ezáltal az egyetemek számára is ugyanaz a rendszer biztosított, mint a középiskolák számára a duális képzésben. A jogszabály előírásai értelmében az egyetem végzi az elméleti oktatást, a gazdasági szereplő pedig a gyakorlati képzést, majd mindkettő részt vállal a kiértékelésben. Ennek következtében a hallgatók könnyebben elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon, és az oktatást, illetve a gyakorlati képzést is a piaci igényeknek megfelelően lehet alakítani. A helyi önkormányzatok, középiskolák, egyetemek, illetve cégek egyébként a duális képzésre alapozó konzorciumokat is létrehozhatnak, erre pályázniuk kell, a finanszírozást pedig az úgynevezett ellenálló képességnövelési terv keretében biztosítják. Megkönnyíteni a fiatalok számára a közéletbe való bekapcsolódást és támogatná őket a közéleti politikai szerepvállalásban a 10 európai országban elindított Coherent projekt. Partnerszervezetként a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vállalta, hogy ebbe az irányba tereli a 14 és 24 év közötti korosztályt. Az Európai Unióban élő fiatalokat célzó stratégiák megvalósítását, a fiatalok társadalmi szerepvállalásának erősítését, a határokon átnyúló mobilitás előmozdítását és a fiatalok együttműködésének fokozását célozza a két évvel ezelőtt elindított Coherent projekt, amelyben 14 partnerintézmény vesz részt 9 EU-s és 1 EU-n kívüli országból.
Romániai partnere a marosvásárhelyi székhelyű Fókusz Ökoközpont környezetvédelmi civil szervezet, amely három jelentős témát, a társadalmi szerepvállalást, a gazdasági életben való részvételt, valamint a környezetvédelmet körüljáró eszköztárat hozott létre a projekt által, amely az akadályok felismerésében és leküzdésében segíti őket, ismertette Hajdu Zoltán elnök. Azt láttuk, hogy a fiatalok részvétele elég gyenge, és itt sok javítani való van. Ezért indítottuk el ezt a projektet, és a projekt során több eszközt dolgoztunk ki, és több eseményt szerveztünk, beleértve a mai eseményt is, amelyek által próbáljuk segíteni, bátorítani a fiatalokat, hogy vegyenek részt a közéletben. Ezt célozza a 20 marosvásárhelyi fiatal számára szervezett műhely foglalkozás is, amelyen három helyi politikussal beszélgettek olyan közéleti kérdésekről, amelyek érdeklik a 14 és 24 év közötti korcsoportot. A workshopon megvitatott kérdések között szerepelt az, hogy megbízik-e a helyi politikában, hasznos-e vagy szükségtelen a politika, illetve hogy ki hogyan véli, részt kell levenniük a fiataloknak a helyi politikában. Aggasztó a helyzet Romániában a pénzügyi műveltség terén. A világ 143 országa között a 123. helyen áll, az Európai Unió országai közül pedig az utolsó helyet foglalja el. Ehhez képest meglepően sokan próbálkoznak befektetni a tőzsdén, ám hozzáértés hiány sikertelenül. Rendkívül csábító sokak számára befektetni a tőzsdén, hisz sokkal nagyobb nyerességet ígér, mint például a betétek után járó kamat. Sokan meg is teszik, de a legtöbbször rosszul mérik fel a kockázatokat. Ha a befektetésekhez nem társul hozzáértés, a legtöbbször elvész a befektetett összeg. 2020-2021-ben a romániai amatőr tőzsdézők 60-70, sőt akár 90%-os veszteséget könyvelhettek el. Demeter György broker szerint az állami oktatásban nem szerzünk megfelelő pénzügyi ismereteket. Sokan a közösségi média csoportjaiból tájékozódnak, vagy ingyenes online anyagokból próbálnak ismereteket szerezni. Ez azonban nem elég. A pénzügyekről a legfontosabb az, hogy minden embernek lenne egy költségvetése. Tudja, milyen jövedelmeket számít egy évben, milyen költségei vannak egy évben, ezzel kell kezdeni. Miután megvan a költségvetés, és azon kell arra kell törekedni, hogy megnövék a jövedelmeinket, és utána a biztonsági alapot, vagy sürgősségi alap, ki hogy nevezi, az legyen meg. A sürgősségi biztonsági alap, ez minimum 3, maximum 12 hónap költségét kell lefedje. Tehát miután ezek megvannak, utána kezdhetjük a befektetéseket is. Hozzátette, ha valaki hihetetlenül gyors pénzkeresési lehetőséget ígér, az valószínűleg azért hihetetlen, mert nem igaz. Ehelyett ajánlott olyan rizikomentes befektetésekkel kezdeni, mint az állami kötvény, aminek az idén 8%-os a hozama. Ezt követően a befektetők ismert és megbízható cégek részvényeiből vásárolhatnak. Kiemelten fontosnak tartja továbbá azt, hogy mindenki megfelelő ismeretek birtokában fektesse be a pénzét, és fontolja meg azt, hogy egyénileg mennyit tud befektetni és mekkora kockázatot hajlandó vállalni. A Romániai Bankok Szövetségének adatai szerint a romániai lakosság mindössze 22%-ának vannak megbízható pénzügyi ismeretei. Ennek ellenére pénzügyi közvetítők segítségét is elenyésző számban veszik igénybe a befektetők. Ennek aránya 26,6%, ami európai viszonylatban a legalacsonyabb, az átlagnak csupán harmada. 6 emlékmúzeum létrehozásáról vagy bővítéséről írtak alá támogatási szerződést hétfőn Bukarestben, amelyből az egyik új beruházás Sepsiszentgyörgyön létesül. A kommunista idők múzeuma az egykori dohánygyárban kap helyet. Ennek fejleményeiről tájékoztatta a sajtóképviselőit Antal Árpád polgármester. Az egykori dohánygyár épületét másfél évvel ezelőtt vásárolta meg a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, hogy ifjúsági, szabadidős létesítményé alakítsák. A városvezetőség külön lakossági konzultációt indított az épület hasznosításának módjáról, de egy biztos volt, hogy az ipari műemlék egyik épületében kommunista idők múzeuma létesül majd. Hétfőn Bukarestben Hegedűs Csilla államtitkár asszony és Bolos miniszter úr jelenlétében aláírtam a kommunizmus múzeumának a finanszírozásáról szóló szerződést.
összesen 11,4 millió euró támogatást sikerült a városnak szereznie. A dohánygyár egyik épületét fogjuk felújítani és átalakítani. Nem terrorháza épül majd, ismertette Antal Árpád a sajtótájékoztatón a terveket. A rendszerváltás környékén vagy azután született generációk játékos módon tudnak majd belekóstolni abba, amit a kommunizmus jelentett globális, országos és erdélyi viszonylatban. A 21. század virtuális, modern technikáit is felhasználó kiállítás szórakoztatva kíván majd tanítani. Gyerekeket, családokat, iskolai csoportokat és persze turistákat is várnak majd a régi időket újszerűen megidéző múzeumba. Az épület megvalósíthatósági tanulmánya elkészült, jövő márciusig kell a kivitelezési szerződést megkötni, ami azt jelenti, jövő ősszel elkezdődhetnek az építkezések, és körülbelül 3 év múlva megnyithat a kommunista idők múzeuma. Ne éhezzen senki mottóval indított kampányt a Szolidáris Egyesület Marosvásárhelyen, Kolozsváron, illetve Nagyváradon. A segélyszervezet a kisnyugdíjasokat és a rászorulókat szeretné támogatni tartós élelmiszerrel a karácsony előtti időszakban, tekintettel az energiaválság okozta drágulásokra. A hajléktalanokat évek óta ellátó Szolidaris Egyesület ezúttal azoknak is szeretne segíteni, akiknek van fedél a fejük fölött, de egyre nagyobb gondot jelent hozzáférni a mindennapi élelemhez. A kampány elsősorban Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Kolozsváron zajlik. Itt várják a tartós élelmiszereket vagy a pénzadományokat, amelyekből vásárolni lehet majd. Az infláció nagyobb mértékben sújtja azokat a személyeket, akik eleve nehezebb körülmények között élnek. Sajó Norbert, a civil szervezet alapítója elmondta, számukra ez mentális terhet is jelent. Nem csak egy gazdasági zavart, ami a pénztárcájukon, a számláikban, a részletek fizetésében mutatkozik meg, hanem egy mentális zavart is. Hiszen azt látjuk, hogy elég nagy az űrzavar, hogy most nyugaton, keleten merre kell keresni az igazságot, és legfőbbképpen a megoldást. Ezeknek az összezavarodott embereknek kell segíteni, élelemmel, helyes információval, és egyáltalán azzal az üzenettel, hogy itt vagyunk, segítünk, számíthatunk egymás jelenlétére, segítségére. Hozzátette, társadalmi összefogásra van szükség ahhoz, hogy ezek az emberek ne éhezzenek. Az adományokat erre a célra november közepéig várják a 0265 555 555-ös telefonszámon, helyet hagyva más civil szervezetek karácsonyi adománygyűjtő akcióinak is. De ezen a számon várják azoknak a hívását is, akik segítséget szeretnének kérni. A felajánlásokat Marosvásárhelyen a Tudor Vladimirescu utca 3-as számhoz lehet eljuttatni. 9. alkalommal szervezték meg az Óvoda Olimpiát Kolozsváron. A színes programokkal és csapatversenyekkel a szervezők célja az élmény által a mozgás népszerűsítése volt. Kreatív feladatokkal és színes, csoportos versenyekkel 9. alkalommal szervezték meg az Óvoda Olimpiát Kolozsváron. Az eseményt a Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar és a 25 éves Csemete Alapítvány szervezte. A tevékenységekben rengeteg segítséget nyújtottak az önkéntesek is. Összesen 20 csapat nevezett be Kolozsváról és környékéről, így 100 gyerek vett részt a próbákon 50 óvónő és 20 önkéntes társaságában. A gyerekek csoportos közösen vettek részt a versenyeken. Azért fontos, mert a gyermekeink elég mozgásszegény életet élnek, legtöbbször ugye betesszük az autóba, elhozzuk a óvodába, utána este visszaülnek a kocsiba, hazavisszük, hétvégén nem nagyon van idő elmenni kirándulni, tehát szükség van arra, hogy kialakítsunk egy új mozgáskultúrát. 2 év kihagyás után nem volt kihagyás, csak hogy online kellett találkozni. Nagy öröm a gyermekek számára, hogy csapatonként találkozhatnak. Lészai Emőke, a Csemete óvoda igazgatója elmondta, a 2 év bezártság után szükség van az ehhez hasonló eseményekre, mivel a gyerekek hosszú ideig online tevékenységekre kényszerültek. Nagyon fontos a gyerekeknek az élmény. Nem csak a mozgás élmény, hanem az élmény, hogy találkoznak más magyar óvodákkal, ahol magyarul beszélnek a gyerekek, és együtt mozognak. A mozgás miatt fontos, mert a mozgás a gyerekek életében nélkülözhetetlen. A játékos mozgással nagyon-nagyon sok mindent fejlesztünk az óvodába, a figyelmet, azt, hogy hogyan fog írni, olvasni a gyerek, még ez is a mozgásától függ.
A gyerekeknek szánt sporteseményen a szülők is részt vehettek. Zárásként közösen adtak elő gyerekdalokat gitárszó kíséretében. Hazai pályán játszik a VSK, sporttal folytatjuk. Első hazai mérkőzése előtt áll a marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata, miután több éves szünet után visszatért az élvonalba. A Petrolul Ploiești lesz az ellenfele. Hazai pályán játszik a marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata az országos bajnokság negyedik fordulójában. A vásárhelyiek két idegenbeli mérkőzést játszottak eddig, legutóbb 6 ponttal veszítettek Nagyszebenben. Giorgio Triff vezetőedző szerint kitartottak a kosárlabdázók, de több játékos sérülés után lépett a pályára, ami befolyásolta a teljesítményt. Nem mondhatom, hogy a legjobb meccsünket játszottuk, de a lehető legközelebb voltunk a nagyszebeni csapathoz. Két hét meccs nélküli szünet után játszottunk néhány sérült játékossal, akik épp most értek vissza a sérülésből, és ez meg is látszott rajtunk. A nagyszebeni közönség nyomása pedig nagyon nagy volt. Szász Gáspár Barnabás, a marosvásárhelyi VSK aligazgatója híradónknak elmondta, kitartanak elhatározásuk mellett, hogy több lehetőséget biztosítsanak a saját nevelésű fiataloknak. Egy első hazai mérkőzés a hazai szurkolók előtt, ez egy nagy kihívás nekik, mindenki szeret egy tercsarnok előtt játszani. Az eddigi felkészítő mérkőzésekben, Román kupában azt mutatták, hogy igenis megérdemlik, hogy kreditet kapjanak, és ezért is a szakmai stáb is, és mi is úgy döntöttük, hogy ezzel a csapattal folytassuk a Nemzeti Ligában. A marosvásárhelyi VSK szombaton este 6 órától a Petrolul Ploiești csapata ellen mutatkozik be hazai pályán. Szász Gáspár szerint nehéz mérkőzésre számíthatunk, ám a győzelemnek nem lehet alternatívája. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!